Maros megyében több mint 25 ezer háztartásba szeretnénk eljutni az elkövetkező időszakban. 37 polgármesterünk, 53 alpolgármesterünk, 500 helyi tanácsosunk és nagyon sok önkéntes segít az aláírások összegyűjtésében. Arra biztatok minden magyar állampolgársággal is rendelkező személyt, hogy írja alá a polgári kezdeményezést, és ugyanakkor regisztráljon a magyar országgyűlési választásokra is. Az elmúlt esztendőkben megszokhattuk azt, hogy Brüsszel részt vesz az életünkben, néha igyekszik túlszabályozni az életünket, a mezőgazdasági normáktól kezdve, még az uborka görbületéről is próbálnak szabályokat hozni. Van egy olyan terület, amiben mi szeretnénk azt, hogy az Európai Unió szabályokat fogadjon el, ez pedig az őshonos kisebbségek védelme. Mi azt akarjuk, hogy az erdélyi magyarokat, a Kárpát-medencében élő magyar közösségeket, de bárhol Európában élő őshonos kisebbségeket védje az Európai Unió, ne csupán értéknek tekintse őket, hanem megtalálja azokat a szabályokat, amelyek mentén mi biztonságban élhetünk a szülőföldünkön, a gyerekeink a jövőben is az anyanyelvüket használhatják, anyanyelvű oktatásban részesülhetnek, és hát erre most lehetőségünk van azáltal, hogy mindannyian aláírásunkkal támogatjuk a Minority Safe Pack-et. Arra kérek minden erdélyi magyart, hogy ezt tegye meg, hiszen ez a jövőnkbe tett befektetés.